A világtalálkozó szépe 2014, az a Panoráma Világklub hálózatból indult ki. Tehát a világkluboknak a találkozója a világtalálkozó, ami május 19-én kezdődik és 25-én zárul, és pont a világtalálkozó szépe választás a záró eseménye ennek a világtalálkozónak. A lányok többsége már a mostani versenyen is különböző világklubokat képvisel, hiszen a világklubnak a magyarság összetartása a fő célja, és a magyar értékeket képviselni és továbbvinni. Van irányítás klubunk képviseletében Sirián Fatime, van ugye a Székesfehérvári világklubból Pallag Natália, a Tápió Bicskei világklubból Kármán Dalma képviseli az ottaniakat, és van még több, így a teljesség igénye nélkül, most így hirtelen nem tudom felsorolni, de ez konzervatív polgári értékeket valló szépségverseny. Nem teljes mértékben az a klasszikus szépségverseny, hiszen nálunk a lányok fürdőruhában nem mutatkoznak meg. Népi motivumokat tartalmazó viseletekben fognak megjelenni, kalocsai mintákat viselő öltözékben, és az ékszerek matyó minta, kalocsai minta fog megjelenni, de egy 21. századi frissességet megjelenítve, hiszen Halász Éva országunk egyik legjobb divat tervezőjének a nagyon szép ruháit viselik, és a hétköznapi viseletbe próbáljuk ugye beépíteni a népi motivumokat.